Üdvözlök mindenkit! Ma a Jill of the Jungle nevű Xena kaliberű játékot fogom bemutatni. Először nézzük a borítót. Hát ez a csaj, ez nem tudom, nem, nem nyerte meg a tetszésem, abszolút ilyen kitekert pozitúrában van. Az a macska is. Hát, mindegy. Nézzük a játékot. Első menetben ilyen színes ASCII kódjelekből összerakott kis setup vár minket, ahol konfigurálhatjuk a játékot, a hangokat, az irányítást, Na, hát bevezető a sajnos nincsen, kidob egyből a főmenübe. Lássuk a történetet. Történet szerint te vagy a Jungle Julia, egy bátor és gyönyörű stár, és 16 gigantikus, szuper jó pályákon kell végigmenned. Azt mondja, csatold a biztonsági jöveket, és készülj fel életed nagy utazására. Nagy utazás. Na hát jó sok mindent igen nekünk ez a játék. Szuper jó akció, 16 gigantikus pályát és életem nagy utazását. No, itt például már is van egy jó dolog a játékba. Ha az f et lenyomod, akkor kiad egy ilyen kis sugó tekercset, amiben informálték a játék különböző tulajdonságairól. Aztán van egy ilyen menüpont is, ilyen hanggenerátor. És hogyha lenyomod a billentyűzeteden a különféle gombokat, akkor mindenféle olyan hangot játszik le a játék, amit a játékban is hallani. Meg olyat is, amit nem hallani. Speciál nem tudom, ennek mi értelme volt. Hát van ilyen is a játékban, aki akar, az hülyéskedhet vele. Na de mi nem akarunk mi, a játékot szeretnénk látni, ugye bár. Talán kezdjük is el. Úgy van, innen kicsúszunk egyszerűen a levegőjékből, nem tudom hogyan. És ott van jobb oldalt egy kapu, amin úgy tudunk áthaladni. Felvesztük ezt a lila papírsárkányt, és neki sétálunk a kapunak. A játék szerint az egy drága kő, nem tudom, engem egy papírsárkányra emlékeztet, de a játék biztos jobban tudja. Hát fölvettük a drága követ, és akkor ezzel ki tudjuk nyitni a kaput. Na hát ez a főpálya, ha olyan térkép, ki is van ott a sarokba írva, és innen ágaznak ki a kisebb pályák. Az első az már is adott, a sziklák, az a neve. Ez egy egész korrekt pálya, olyan bemelegítésnek, tehát aperitívnek kiváló. Felvettük a kést, tehát mindegyik pálya elején új fegyvert kell fölvenni, mert nem vihetjük át egyik párról a másikra. Itt például két ellenség. Van két tűzmadár. Ahogy van, megöltük az egyiket, most megöljük a másikat is. Ja. Nem kell kiakadni azon, hogy visszakanyarodik hozzám a kés. Ez le van írva ott a, a sugó tekercsbe, fehéren, feketén, hogy ez egy művészet. A késnek a gondolati úton való irányítása, hát végül ez egy kisebb korosztály számára készült játék, ők nem firtatják azt, hogy ez hogyan lehetséges. Itt van ez az Epic logó, hogyha ezt megostromoljuk, tüzi játék lesz belőle, és sok pontot kapunk. Hát az Epic Mega Games készítette ezt a játékot 92-ben, úgyhogy nem kis önreklám. De mint látjátok, ez ilyen platform játék, ugrálós. Ezzel a zöld füldőruhás csajjal kell mászkálni, és mindig az adott, adott célod, hogy eljuss a pálya végére. Hogy mi a dolgod itt, meg mit kell csinálni, meg stb. stb. Fogalmam nincs. Na, az almák azok életet adnak nekünk, hát valaki már beleharapott mindegyikbe. Na mindegy. Békát is megöltük, úgy van. Itt van még több alma, ezek visszaadják, mint mondtam, az életedet, és 12 pontot ér mindegyik, úgyhogy gyűjtögessük. Hát, amit látjátok, ez a kisebb korosztály számára készült ez a játék. Amolyan félig kaland, félig meg ilyen keresgélős, hát szerintem semmi kalandos nincs benne, és hát semmi története nincs a játéknak, jussá végig a ezén és kész. Hát jó van. Megyünk tovább itt ezen a dzsungel térképen. Hát nem tudom, engem abszolút nem emlékeztet dzsungelre, nem tudom ti hogy vagytok vele. Második pálya, itt a nagyerdőbe vagyunk. Jó, hogy játék közben kapunk ilyen kis üzeneteket, ahol további információkat kapunk. Itt viszont van egy mókás dolgot, beleugrom mindjárt tüskébe, és azt történik, hogy a féltestem leszakad, aztán ott fekszik hátul a földön, hanyat és káromkodok, és akkor megint ott van a lábam a helyén. Azt mondja, be fogom még mutatni. Nem tudom, hogyan lehetséges ez. Na mindegy, ez is a korrekt pálya. Itt már több késem is, de maximum három kés lehet nálam, többet nem tudok felvenni. Nem tudom miért, mert ott a tájlistában ott oldalt bőven van még hely. Tehát ez egy nagyon jó játék lehetett volna, ha a készítők el nem rontják egy csomó dologgal ez például egy pozitívum, itt felszettünk egy magas ugróerőt ilyen felfele mutató nyilat, ami megnöveli az ugró magasságunkat és akkor így feljöhetünk a pálya elején lévő titkos helyre aztán itt titkos pálya is van, amit látjátok ez megint egy pozitívum itt jó sok almát felszettetünk meg egyéb bónuszokat bizony és a pályák is elég változatosak. Van erdős pálya, van várbörtönös pálya, van ilyen sziklás pályák, van ilyen, ahol ilyen kunyhóba vagyunk, vagy ilyen házba. Aztán vannak ilyen jelképek, amiket, hogyha megérintünk, átváltozhatunk valamelyik ellenségünké, vagy éppen valamilyen más állattá, tűzmadárá, békává, vagy hallá. Ez is egész jó, tehát így bemutattam nagy vonalba. Akad egy-két pozitívum a játékban is, de nem túl sok. Na, az első hibával már szembesültünk, de itt a második nevezetesen, hogyha elkezdünk gyorsan felleliftezni, érdekes dolgok történnek a grafikával. Mondtam, mi ez földrengés? aztán itt viszont egy elég komoly csalását látjuk a játéknak, ez a harmadik pálya, és nézzétek meg, a harmadik pálya itt ér véget, innentől már negyedik pálya, holott ugyanazon a pályán vagyok. Az hogy? Hát kérem szépen úgy, ha a készítők nem akartak negyedik meg ötödik pályát csinálni. 16 gigantikus pálya. És ezek a szellemek, ezek itt olyan ismerősek. Olyajajajajaj, hát ez pac -Man. Mit keresnek ezek itt a Jill-be? Itt van véget ért a negyedik pálya, most van az ötödik pálya, mi még mindig a harmadik pálya, de a készítők továbbra is lusták voltak. Sporolni akartak a pályákkal. Jó, van itt meg két késből lett három. Ez elég gyakran előfordul játékból. Nem tudom, hogy csinálom. Vannak itt ilyen görgő sziklák elég sok ellenség is van. Tehát ez a harmadik pálya, ami egyben a negyedik és az ötödik is, <laughs> ez egész jól is sikerült volna, ha nem kurták volna el ezzel, hogy most most nincs kedve megcsinálni a negyedik meg az ötödik pályát, jaj, hát én most inkább meglátogatnám a barátnőmet, mert már nagyon bizsereg, és inkább egybe rakom a négyessel, meg az ötössel. Hát, gratulálok az ilyen felfogáshoz. Mindegy. Tehát ez is aránylag jó pálya, leszámítva ezeket a Pac-Man szellemeket, meg, meg ezt a kis pályaspórolást, ennyit a gigantikus pályákról. Ez mondjuk így hármas pának egész jó is volna. Na itt a kiárat, visszamegyünk a dzsungel térképre. Na. Nézzük meg az egyik negatívumát a játéknak. Ez már a harmadik lesz. Hatodik pálya, a kastély. Itt az ember nem ezt várná, bemegy egy kastélyba. Ilyen ígéretek után valami hiper szuper pályára számítottam, valami jó bonyolultra nehézre, hát a nagy szart. Itt az a feladatod, hogy felszedjél öt kulcsot, és aztán oda menj azokhoz a, a, az ajtókhoz, és sorba kinyisd őket, és kész. Ennyi a pálya. Ellenfél sehol, fegyver szintén sehol. Baromi elvezetes. Össze-vissza kavírnyász ebbe a kihalt kastélyba. Hm. És szedegetett föl egymás után a kulcsokat. Ez ilyen oktatópályának éppenséggel elmenned, de még hogy gigantikus pálya. Szuper jó akció. Marha jó, mi, mi a szuper jó akció abban, hogy keresgélek egy rakás kulcsot, és aztán kinyitok vele ajtókat, és ennyi a pálya? Vannak jó ötleteik a játékban, az tény, de a készítők lustasága annyira elrontotta. Sajnos nem lett jó játék. Na, majd meglátjátok. Na, hát nézzétek tovább a videót. Ennyi a hatodik pálya. Eszméletlenül könnyű. Meg se tudsz halni, senki nem tud megölni. Nincs ellenfél, semmi. Összeszered a kulcsokat, és bemész a kiáradba. Hurrá! Ennyi férte ebbe a videóba. Folytatom majd a következő részbe.